A Gyulai Vár novemberben is kiállításokkal, valamint könnyű és komoly zenei koncertekkel várja a látogatókat. A Visszapillantás című tárlat a művészportrékkal a hónap végéig még megtekinthető. A programokat a Rózsavölgyi Szalon előadása indítja november 4-én Szervét Tibor és Sipos Vera közreműködésével. Pierre Sauville Napfény kettőnek című darabja, amelyben két szereplővel találkozhatunk. A darabban egy professzor és egy fiatal lány találkozásáról van szó, amelyben remek színészi alakításokkal bontakozik ki a fordulatokkal gazdag történet. Már a lány belépése pillanatában, aki az ablakon mászik be a professzorhoz, kiváltja a professzor érdeklődését, és hát a kettő kapcsolatáról szól ez a. Nagyon jó darab. Aki szerette az Argo 2 című filmet a mozikban, és szívesen találkozna a gyulai főszereplővel, valamint a rendezővel, az november 10-én megteheti ezt. A filmbemutatót követő program egy román nyelvű színházi darab lesz Bukaresből. Ezt követően a jazzé lesz a főszerep a kamarateremben, hiszen Kozma Orsi közismert énekes ad koncertet egy trióval. Kozma Orsi nevét mindenki ismeri, hiszen a Jazz meg az című produkció vagy formációban, és a Cotton Club Singersben is az egyik énekes volt, szólista volt ezek az együttesekkel nagy népszerűségre tett szert ő maga is, és Kozma Orsi azóta is ő járja az országot és koncerteket ad. Őról annyit kell tudni, hogy kiváló ének hangja van, akik nem csak a popzenében, hanem a jazzzenében is nagyon jó. A hónap végén a nagybányai művésztelep alkotásaiból nyílik egy kiállítás, majd Jandó Jenő Kosút és Liz a zongora művész ad koncertet.